Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. Fú, mire vállalkoztam ismételten? Az a baj, hogy most próbálom felhájpolni ezt az egészet, közben pedig én sem tudom még. Ugyanis csak annyit tudok, hogy szükségünk lesz majd egy tükörre, egy papírra, illetve egy filctollra. Na de hogy mi fog ebből kisülni? Meg hogy ez valami horror cucc? Vagy pedig nem, azt most fogjuk megtekinteni. Nem tudom, hogy mennyire tartsak ettől az egésztől, de csak nem lesz annyira para, híres utolsó mondatok, hogy nem lesz itt semmi baj, hogyha örültök ennek az egésznek, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, és akkor, hogyha látom, hogy van rá igény, a közeljövőben több ilyen beteg TikTokos trendet is meg fogunk csinálni. Na de akkor nézzük is meg, hogy miről is van szó itt pontosan. A leírásunkba be van hashtagelve, hogy sigil, horror game, creepy, ijesztő, illetve paranormális. Akkor ez bizony egy horror játék lesz. Meg mi ez a szimbólum? Nem tűnik túlságosan barátságosnak, de hogyha itt sokáig nézem, úgy néz ki, mintha egy zászló lenne, ez pedig a földön az árnyéka. Nincsen itt baj. Na de hogy ez a démon kis csaj mit keres ott? Már megint valami démont kell megidéznem? És magamra fogok szabadítani valakit ismételten? De szuper lesz! Martin készítette egyébként ezt a TikTokot. Na de, hallgassuk is! Megnézheted az előző életed, ennek köszönhető. Találtam... Miért? Én nem akarom megnézni az előző életemet! Mikre vesztek rá engem? Milyen vagány már ez az arany, szemöldök feletti arcdísze? Egy creepy játékot, aminek Sigil a neve. Sigil. És ennek köszönhetően megnézheted, hogy ki vagy mi voltál az előző életedben. Aha! Hát én most tudtam meg, hogy ebben a videóban ez lesz. Megnézzük, hogy mi voltam előző életemben a Sigil segítségével. Mindent értek. De vegyük komolyan. Szükséged lesz egy papírra, egy tornó. Jó. És egy tükörre. Megvan a minden, oké. Ezt a szimbólumot kell rárajzolnod. Ha kész van, a bal kezedben. A Sigilt akkor nem kell felírni rá. Na de várjatok, összpontosítok, nehogy itt rosszul csinálják valamit. A bal kezembe kell venni majd ezt a papírt, amint kész van. Ezt a szimbólumot kell rárajzolnod. Ha kész van, a bal kezedben venned. Oké. És a papírral együtt a tükör elé kell állnod. A tükör előtt azt kell mondogatnotok. This is me now, show me then. Azaz, ez vagyok én most. Mutasd meg. Ne! A leírás... Ez annyira betegen hangzik! Miért? Szerint az nem lesz elég, hogy szimplán belenézed és elmondod. Tényleg hinned kell benne. Aha. És minden energiádat belefektetni. Jó. Hinnünk kell benne, és össze kell szednem minden energiámat, és át kell adnom a tükörnek, meg a papírnak, és akkor fog ez működni. Teljesen átszellemülök most akkor. Nem kellett volna amúgy a papírt hold fényével tisztítanunk, vagy valami? Hát csak valami nem. 9 körül én is ki fogom próbálni, úgyhogy ha szeretnétek... Jó! Akkor ennyi az egész. Jó, azért már most mondom nektek, hogy a rajztudásommal bajok lesznek. De nem, tökéletes lesz minden, és át fogom adni a papírnak az energiákat már akkor, miközben rajzolom. This is me now, show me then. És azt kell mondogatni, hogy this is me now, show me then. This is me now, show me then. Oké, teljesen megvagyok. El szeretnék még olvasni pár kommentet, még mielőtt lerajzoljuk ezt a szimbólumot, de ugye visszaváltozok? Mert ha Mátyás király maradok, akkor az baj, kiégetsz, ne csináljátok már. Hát komolyság kell ide. Bocs, de én foglalt vagyok, tesó. De nem veszélyes? Passz! Majd ha kipróbáltam, közlöm veletek. Addig várj. A veszélye max annyi, hogy ha tényleg sikerül, nem biztos, hogy jó dolgokat fog megmutatni. És kiderül, hogy valami nagyon para személy voltam előző életemben, tudjátok. De a leírások szerint gondolatokat, gondolatképeket fog megmutatni a fejedben. Ha rendes emlékek lesznek itt, nem lesz semmi baj, meg nem veszélyes, valaki ezt írta. Nem történt semmi, és hoppá, hoppá, ott van egy tegelés. Légy szi, Robi,
annyi ilyen videónál tegeltek egyébként be, meg folyamatosan külditek, hát ki tudja, hogy még mit lesznek itt. Na de akkor bizony, menjünk is és rajzoljunk! Hát micsoda kameraszögek vannak itt, kérem szépen. Elemeztem egy kicsikét, hogy mégis mit kéne csinálnunk, szóval Picasso Robert meg is jön. Nem túl bonyolult ez az egész, most arcoskodok, és nagyon-nagyon nem fog hasonlítani hozzá. Kell rajzolnunk egy kört. Itt is van. Na, nem is lett ez eddig rossz. Utána pedig a körből kell húznunk egy vonalat, így. És ez a vonal szépen menjen idáig. Hát azért valamennyi hasonlóság van. Oké, lehetséges, hogy az arányok egy kicsikét elcsúsznak. De hát csak nem ezen fog múlni. Ez pedig hosszabb, mint az. Jó. Ez jön így le. És ez jön ide. Na! Erről van szó. Meg is érkeztünk. Miközben rajzoltam, folyamatosan adtam át neki az energiát. Szóval ez nem csak eléggé hasonló hozzá, hanem ráadásul még energiával is teli. Minden készen áll akkor, hogy belekezdjünk ebbe a kihívásba. És akkor itt is vagyunk a tükörnél, a remek művemmel, teljesen szellemüljünk át és higgyünk benne. Lehetséges, hogy a kamerából ti fordítva látjátok, de a bal kezemben van. Eléggé fura érzésem van, de... Csináljuk! Rendes olyan flash-en volt, mintha itt elment volna valami felettem. Ezért nem jó, hogyha én csinálok ilyen para dolgokat, ugyanis egyszerűen mindig ráparázok erre. Na de... Vegyük komolyan. De nem csak a ledeknek a fényének a szórása olyan, mintha itt lenne valami. This is me now, show me then. 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 Az megvan, hogy félig fejben egy ilyen lovas embert flash-eltem be. De nem, ez biztos, hogy nem működik, de akkor is hirtelen volt egy ilyen villanásom, és ilyen lovas ember flash-em volt. Fú, hogy hívják azokat a lényeket? Akik félig emberek, félig pedig lovak. Egy olyan flash-em volt, és mi beteg lenne, hogyha kajak most működött volna, és igazából előző életemben, nagyon, de nagyon régen az voltam. Megvan, eszembe jutott, ők a kentaurok, ugye? És kajakra előző életemben egy kentaur lettem volna. Na de most próbálkozunk meg szerintem ismételten, úgy, hogy most becsukom a szememet, és úgy mondogatom. This is me now, show me then. 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 Á, bármennyire is próbálkozok vele, szerintem kijelenthetjük, hogy ez egyáltalán nem működik, de akkor is olyan fura volt, hogy kajakra, egy pillanatra beflesseltem azt, hogy előttem van egy ilyen kentaur. De hogy mégis miért? És tudjátok, kiderülne a végén, hogy én tényleg fogékony vagyok ezekre, és a legtöbb ilyen cucc működne nálam. Mi durva lenne? De ha belegondoltok, az F-74 is működött, a piros ajtó, sárga ajtó is működött. Én azt szeretném, hogy ez ne működjön. Közben pedig lehetséges, hogy próbálom bevonzani, hogy ez nem jelentett semmit, hogy egy pillanatra láttam egy kentaurt. Közben pedig, hogyha egy végig gondolom, mikor gondoltam valaha utoljára kentaurra? Segítek, kb. Soha. Akkor is, ez elég ijesztő így. De nem, hát csak nem működött. Mégis hogy működhetett volna ez? Hát csak random szimbólumok ezek. Most így állok hozzá, de mikor kipróbáltam,
meg előtte is, amikor rajzoltam, próbáltam végig úgy, hogy ez bizony valós, és próbáltam megadni a hitet. Lehet, hogy pont ezért láttam a kentaurt. Elég érdekes most, sokan amúgy biztos vagyok benne, hogy szkeptikusak, hogy jaj, tudta, hogy nem láttál semmit, kitalálod. Közben pedig kajakra volt egy olyan flash villanásom. Én most ezt tényleg nem tudom eldönteni, hogy most vajon ez tényleg működött volna. Hát lassan már azt sem tudom, hogy miben higgyek. Mi ez az egész? Írjátok le a komment szekcióba a ti véleményeteket, de akkor is én abban a tudatban szeretnék élni, hogy ez nem működött. De akkor is fura volt, az, amit a tükörnél láttam, pedig csak a lednek a visszaverődése volt, ugyanis videó előtt takarítottam le a tükrömet, és most is itt szabad szemmel ilyen fura kicsi foltokat látok, szóval az azért lehetett, meg a fáradtság miatt szerintem. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videónk, remélem, hogy bejött nektek. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Jöhetnek a komment szekcióba még különböző kihívás ajánlások, meg hogy ti mit gondoltok erről az egészről. Ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt. Oda is mindenféleképpen iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna. A csengőt pedig kérlek nyomjátok be, ugyanis akkor nem fogtok lemaradni a legeslegújabb videóimról. Fú, de nehéz volt ezt kimondani így egybe. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban. Addig is, szevasztok!